Köszöntöm a kedves nézőket, önök legújabb híradónkat látják. A tartomány egyik legnagyobb és legszebb vására kétségeket kizáróan a topolyai, amelyet még 1806 óta megrendeznek a településen, akkor kapta meg ugyanis a mezővárosi rangot Topolya. Napjainkban havonta egyszer kerül megtartásra a vásár, mégpedig minden hónap második vasárnapján. A közelmúltban azonban a járványügyi helyzet miatt több vásár is elmaradt, a májusi vásár azonban nagyon sok embert vonzott. Ezúttal egy oltópontot is kialakítottak, és közel 150-en vették fel előzetes bejelentkezés nélkül a koronavírus elleni védőoltást. A vásárban tehát nagyon sok volt a látogató és az árus is, az önkéntes tűzoltók pedig előtte és utána is fertőtlenítették a teret. Hétfőn megkezdték az április hónapra vonatkozó minimálbér felének kifizetését, amely a gazdaság támogatásának harmadik állami segélycsomagja keretében valósul meg. Egy 15.450 dináros összegről van szó, és egy ugyanekkora befizetésre számíthatnak az érintettek egy hónap múlva is, jelentette be Sinisa Máli pénzügyminiszter. Eddig 230.805 vállalkozás és gazdasági személy jelentkezett és élt a lehetőséggel. A vendéglátóiparban és turizmusban, az autókölcsönzőkben foglalkoztatottak, a három fél minimálbér mellett további 31.000 dinárt kapnak, azaz egy egész havi minimálbért, a városi szállodák ágyanként 350 euró, szobánként 150 euró dinár ellenértékét kapják meg támogatásként, az utasszállító vállalatok pedig 600 eurót kapnak havonta autóbuszonként. Április 1-én kezdődött meg az elsősök beiratása az általános iskolák következő tanévére, a szülők pedig elektronikus úton is kérhetnek időpontot az iratkozásra, és bejelenthetik gyermeküket a tesztelésre, mivel március 22-től az EUPROVA portálon elérhetővé vált a zakazíványe szolgáltatás is. Az iratkozás május 31-éig tart, áll az Oktatási Minisztérium közleményében. A topolyai Bambi iskoláskor előtti intézmény idén ünnepli fennállásának 135. évfordulóját. Ez alkalomból a hét minden napjára külön programokat szerveztek. Híradónk vendége az oktatási intézmény igazgatónője. Műsorunk vendége Fényszárosi Fekete Tímea, a topolyai Bambi iskoláskor előtti intézmény igazgatónője, és az apropó, amiért itt van most velünk, az nem is akármilyen, ugyanis hamarosan a születésnapját ünnepli az iskoláskor előtti intézmény. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Péter! Nézzük tehát, hogy hogyan zajlik majd ez az ünneplés. A mai nap, tehát 10-től kezdődik a Bambi hét, és 14-ig tart. Itt úgy beszéltük meg a kolléganőkkel, hogy minden napra egy programot találunk ki a gyermekek számára, hogy érdekes legyen ez a hét. Ugye mivel tart még a COVID-19 járványügyi helyzet, ezért úgy készítettük ki a programot, láttuk elő a programot, hogy minden előírást, illetve szabályt betartsunk. Hát a mai nap, tehát hétfő, az úgy kezdődik, hogy rajzolni fognak a gyerekek, a Bambi születésnapja alkalmából. Itt szabadon meghatároztuk, tehát nem határoztuk meg, hogy mit kell használniuk, szabadon rajzolhatnak, ragaszthatnak, illetve gyurmából is különböző kellékeket készíthetnek, amely ugye a születésnappal kapcsolatos. Meg kell említenem, hogy az idén a Bambi iskoláskor előtti intézmény a 135. születésnapját ünnepli. Ezen a héten egész nap, minden nap ünnepelni fogunk. Kedden sportnapot fogunk szervezni mindegyik intézményünkbe. Itt szabadon szintén az óvónők meghatározott kis játékokat látnak elő a gyermekek számára, hogy minél izgalmasabb legyen nekik, és hogy ne legyen ugye unalmas a keddi napjuk sem. Szerdán pedig Bambi ki mit tud, ott egy ilyen betélkedőt szervezünk meg. Szintén ugye a gyerekek be tudják mutatni a
a valamilyen képességeiket, tehát énekelhetnek, táncolhatnak, ki mit szeretne, azt mutatják majd ugye be szerdán. Csütörtökön ki fogunk menni ugye szabadtérre, és rajzolni fogunk. Ugye itt nem csoportosan fogunk menni, hanem mindegyik csoport külön fog menni, tehát nem gyülekezünk, és akkor az aszfaltra, a városokba, falukba valamilyen aszfaltrajzot fognak ugye a gyermekek készíteni. Pénteken pedig megszervezzük a karnevált. Hát ugye tudjuk, hogy a mi intézményünk minden évben, amikor még nem volt a vírusos helyzet, akkor egy nagyszabású karnevált szervezett. Tehát az azt jelentette, hogy egészen a Gomextól mentünk leig a Szökőkútig, de sajnos mivel ezt nem tudjuk az idén megvalósítani a vírus helyzetre nézve, ezért a karneválunk az idei ilyen szerényebb lesz, tehát mindegyik csoport saját magának megszervez egy karnevált. Itt a szülők segítségét is ugye kértük, a szülők szabadon, tehát amit szeretnének, azt a gyerekeknek elkészítik, azokat a maszkokat, kosztümöket. Meg kell említenem, hogy ez az egész Bambi hét a humanitárius programról szól, mivel van egy kislányunk, Maja, a Kolibri óvodába jár, neki fogunk gyűjteni a gyógykezelésére pénzadományokat, és minden intézményünkben van egy doboz kiállítva, ahova a szülők szabadon tehetnek bele pénzt, és ez úgy van elképzelve, hogy pénteken majd, ugye, amikor befejeződik az óvoda, illetve befejeződik az egész Bambi hét, akkor a szülők tanácsának a tagjaival, a szülőkkel együtt kibontjuk majd felnyitjuk a dobozokat, megszámláljuk a pénzt, és akkor még pénteken a mi intézményünk egységesen az összes adományt Vojcsik Maja számlájára fogja majd befizetni. A Topolyai TRC 2-1 arányban nyert a Jávor ellen a szerbiai Superliga bajnoki fordulójában. Már az első félidőben kialakult a mérkőzés végeredménye. Az összecsapáson Zéc alig fél perc elteltével már vezetéshez juttatta a csapatát, amikor is Lukic adott neki gólpasszt. Mint egy fél óra játék után Antonić is betalált, ezt követően azonban a Jávor még szépíteni tudott. A második félidő hajrájában Antonić két sárgalap miatt kénytelen volt elhagyni a játékteret, így a vendégek a mérkőzést emberelőnyben fejezték be, de az eredmény már nem változott. A TSC ezzel a győzelemmel feljött a tabella 6. helyére, a Jávor pedig a kieső zóna szélére sodródott. Pošto malac Niko Lice je odigrao svoj 100. utakmicu Partizana za TRC, a danas će primiti neku nagradu, to ćemo učiti da je nagradu kluba Zagor Žbalac i čestitamo. Pa kada bih nije podiše da će to Partizana na kanada na aktivu podiše TRC, poput da idu je, uđe si Kajani, je Papa, ona je Kola, i Sobor će tako da se ugostavio mu i tako da je Kajani. Sportski pozdrav sa gradskog stadiona Senti, da ovoga trenutka glavni arbitar Mirakovic iz Novog Sada dao znak za početak utakmice 36. kola Super Lige Srbije, to sad se javo iz Ivanjice. Utakmica koja gostima znači možda najjačnija u ligi, domaćin je visoko plasirana ekipa i svakako posle tri poraza želi da to popravi. Evo prvog naleta i evo prvog gola Đure Zeca. Nije prošlo, pa 30 sekunde. Stadionu dolazi
već ispala Indija i to su uvijek bile dobre utakmice, što znači da će ljubitelji fudbala itekako moći da gledaju dobar fudbal. Šutirao je Banja Mihajlo izradu Prolete Radnik 3-0 i u Beogradu na krovu Voždovac Majevi bili su bolji od Napretka, slavili je, evo, 100% šanse. Lazović je branio čez Zicer, Milićević je bio u naletu, Đuro Zed, Đuro Zed, šta se rešava na sreću brana u devetom minutu, dve šanse, zajedni put Kosaca, dakle, da postigne gol. Korner, Maričić izvodi, Maričić, evo, dobro, i bilo je u autu. Nekoliko televizijske ekipa ovdje prisutne na stadionu, Lukić je najopasniji iz ove pozicije kada primi ovu loptu, napucena lopta. Kaže mi nakon, njegova je posljednja što se tiče. Evo sada ubačene lopte, evo na drugu stativu i ponovno Lukić. Bacuje loptu Maričić, ali je na drugu stativu. Znate vrlo dobro da je to jedna odlična turistička destinacija. Ubačeno je Antoni Žvangla. Strašno je Antoni zakačio glavom. Ovo dobro zec je asistirao u 30. minutu. Domaći vodi Žvangla. U 30. minutu Beci vodi 2-0, gol je postigao. Igrao se taj superligaški fudbal, ali kažem da je težak zadatak. Čekaj Čukarički, onda ona sreda, ide se Voždovcu i ovo sada šans Ilić, Ilić utira, da li je gol? Zec i Nikolić, Nikolić ne može stigne Đuro Zece, Đuro Zec ovdje za lama, pa sada biciklica, Lukić, lopta se odbila, Banja, Banja šutira, dobar udarac, pa to je 44 minut, Pirka, Vetar, neki, da vidimo, Lukić šutira, lopta, za malo pored, Zemljenina, evo, sada ulaska u kazneni prostor, bila je šansa i na drugoj strani u 46. minutu, dvije šanse, mnogo pušnje, da li je likovni umetnik ili neki drugi, ne znamo, ali u svakom slučaju, Zec je ušao u kazneni prostor, Zec je ušao u kazneni prostor, ups, šta se dešava, ups. Da li je neka kombinacija, gdje 6-8, lota ubačena, 100% šanse, Ivanjić samo pomoći treba, evo visoko ubačene, lota na indicu kaznenog prostora, ko skače, skače, izvanredno, i šta se je Paolo napadao, napravio je da kur, ovo da trenutka kraji, 2-1, 2-1, 2-1, Ezekben a napokban nyáriasra vált az időjárásunk, és kedden tetőzik a meleg, 25 és 30 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk majd napközben. Szerdán viszont nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok érkezhetnek, és a hét további része csapadékosnak ígérkezik. Kedves nézőink, Önök legújabb híradónkat látták, nem maradt más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében megköszönjem az Önök megtisztelő figyelmét, további jó tévézést kívánunk Önöknek!